illetve előtti. Szóval már még egyszer utalok rá. Igen, mire? Stop trükk. Stop trükk, hagyjál békén. Hogy akarod? Hogy akarsz stop trükközni, mondjad? Csak szóljál, hogy mikor. Már most is, most fölteheted, nyugodtan. Így, mi? A franc! Nem mondanék semmit. Szép csöndben, mintha csak ha halucinálnék, tovább folytatom. Az előbb tisztára úgy láttam, hogy az oldalon van egy ekkora nagy lila szőrcsomag. Halucináltál, de tudom, nem. Tudom, tudom. Túl sok gombaleves, látod? Gombalevestől van. Rám ilyen furcsán hat. Rád minden furcsán hat. Pépesítjük a rist. Ez tényleg 12 műszín. Plusz. Életemben először nem maradt tiszta. Eltalálom, hogy mi van. Nem hiszem el. Pépesítjük a rist. Plusz. Nagyon izgalmas, igen. Sajt. De most az az igazság, hogy még a te cheddar sajtodból is lopok. Abból ne, az ki van ott számolva, jó van? Nem abból, ami abban van, ne sipákoljál. Úristen, semmi nagyvonalúság, olyan vagy, mint egy szörny. Mint ami az előbb az oldaladon volt, az én látásmódom szerint. Öcsém, ennyi volt, kész, passz. Igen. És megszórjuk mindegyiket egy icike picike. Igen. Miért beszélsz úgy, mint egy hülye? Sajtos. Miért beszélsz úgy, mint egy teljesen nem normál, nem normális? Nagyon finom lesz. És szerinted eléggé megsóztam, mert szerintem nem sóztam meg eléggé. Lezárom! Kedves egészség! Ja, kösz! Kedves egészségednek! Egy, lezártam. Na tessék, a döme ellopta, úgyhogy én sajnos nem tudok és utána sajtot tenni. Teszek bele egy tojást. Jó napot kívánunk! Miután lezártam. Figyelsz? Azt vágod, hogy Alonso az Isten. Alonso? Most már bizonyítod? Alonso. Nem láttad a meccset? Ezeket a kijelentéseket. Ha Alonso az Isten, akkor Diego Maradona ki vajon? Most ez más, az más. Más. Belekeverek egy... Na most már tudjuk, hogy ő az Isten. Nyers. Tojás. Én eddig is tudtam. Kész, meg vagyok őrülve, látszik? Így. Egy nyers tojás. Na, a muffin kész. De viszont ez 200 fokon De viszont az teljesen kizárt ez a szókapcsolat Magyarországon. Tudom, nem? Az osztályfőnököm is ezzel izé egy 80 keresztül, és bekeretezve akartam neki odaadni azt, hogy de viszont de nincs ilyen, hogy de az ő betűn viszont. Egy vonal. Na, ez meg a másik. Bors, még bors. De viszont úgy, hogy ha nincs de viszont. Hogy nem, hogy sem. Kicsit várunk, amíg a rizs megkeményedik, majd golyókat formálunk és kisütjük. De most még várhatunk. Hozhatom? Gyere, inkább szeressük egy. Megáll az idő. Jaj, de jó. A falonnás csókjaid. De menő néz ki. Nem hoztál véletlen gyufát? Köszi, köszi, köszi szépen. MacGyver vagyok azért. MacGyver. Igen? A húgom a MacGyverbe volt szerelmes. Uh-huh. De amikor még nagyon pici volt. A szemüveges húgod? Igen. Aki a múltkor rajta volt a pólódon? Igen. Olajhevítés. De ez milyen durva, hogy kiskorában nem Brad Pitt meg ilyenek, érted? Hanem MacGyver. Eminem meg ilyen hülyeséget. Azt én most nagyon megkóstolnám ám szívesen. Hanem MacGyver. Most mutatom a takarékos háziasszonyoknak, hogy lehet örülni. Igen. Jaj, de jó, látod? Olajat hevítek, pillanatok alatt kis golyócskákat kis formálok a rizsa sajt izéből. Belehempergetem. És az illata? És kisütöm egy pillanat sose alatt. Sose csináltam sós muffint. Sós muffint? Úgy beleharapnák! Mi van? Semmi. Nincs ilyen szó?
Nem is reagálom el, mert napok óta ezért üvöltözöm egy jó barátommal, úgyhogy hagyjuk. Miért? Szegény parnyát? Nem, csak mondanák. És akkor elmagyaráztam, hogy ez többes szám harmadik személy, és akkor egy kicsit így igazam lett. Most ezt halálkomán mutatom. Nem azért, mert többes szám harmadik személy, hanem mert az nem jó, a mondanák. Igen? Mit mutatsz? Tényleg az mi? Az undorító. Ez? Bevizsgálom, hogy jó az olaj egy közben. Pincs. Nem jó még. Egy milliliternyi. Ha meglátok egy olyan receptet, de egy milliliternyi, akármit kérnek, de komolyan mondom, elő fogom venni a filmba. Addig? Addig felalazgatom a kis... Addig ne is lássad? Figyelj, nem adsz nekem egyet, kivéve a izéjéből egyet. Á, nem szedem ki, ezt ebből eszed. Miért? Nem bírod kiszedni. Átverés. Milyen okos vagy? Átverés az egész. Mondd el a receptet addig, hogy aki szeretné utánozni. Nem szokták pedig. Tudom, de ha mégis valaki szeretné. Kicsésze liszt. Igen. Egy evőkanál cukor. Igen. Egy evőkanál sütőpor, ez gyanús. Igen. Én felet raktam bele, és mivel self rising flour, ezért még egy kicsit. Egy teáskanálnyi fekete bors. Ezért ilyen kis lapos neked, itt a fényképen meg olyan nagy dondok. De ne haragudj, az egészségtelen egy evőkanálnyi sütőpor. Fél... Ja, nem fél. Mindegy, várjál. Csak a fényképen ott egy nagy dundók van. De akkor nem az, mert ne a félkilogisz, és ahhoz pont egy zacskó sütőpor kell. Óriási nagy dundók, az meg ilyen kis lapos. De milyen finom lesz! Na most megkóstolom, de akkor is az dundók. Na dundó. Mindegy, ezt most teszik most... Na hadném. Lehet, hogy igazuk van, basszus. Kulcs. Na, fél teáskanálnyi só, egy és negyed csészényi tej, negyed csésze olaj, egy tojás. Nem mondok semmit. Egy csésze, mi rossz? Hát, sótlan. De nem rossz, nem rossz, könyörgöm, gyere vissza. Nem rossz, csak egy kicsit sótlan. De hát érted, lehet, hogy én nem vagyok ilyen amerikás. Gyere vissza, na. Finom, de tényleg nem rossz, na. Először kicsit csótlanak tűnt, de másodszor már finom. Finom! Kérlek, hát nem enném. Tudod, hogy nem enném, ha rossz lenne. Rizsagolyó. Na, megnézzük az oldalast. Hogy mi van. Nem? Nem, finom, de azért kóstold meg, hogy... Ezek után? Hogy egy kicsi sót nem lehetne belerakni még a tésztába, hogyha újra csinálnád. Jó, én nem mertem annyit. Az ember óvatos. Édes, csilis. A sótlan még vigyó. Mindig jobb, mint a túlsózott. Elmondom, a... ez igaz, ez igaz. Oldalas, meg csili, méz, vissza, olaj, nem? Így van. Most megforgatom. Meg öntözgetni kell az előtt. Most én most izélem. Most csináltam még egy adagot. Ebből a szószból. Azzal meglocsolom. Így. Megforgat. Ráfröccsent. Cucli. Szójaszósz. Mi az? Olaj. Rizsgolyó. Úristen. Sajtos. Tudod, ez ilyen sör alá tét menü. Szórakoztassam megint okosságokkal a népet, vagy mi? Még nem, inkább bemutatót tartok a könyvemből. Rálocsintottam így, ni. Várjál. Negyed órára vissza, majd tálalunk. Közben a rizsgolyókat megforgatom, pördítgetem. Ez számomra... Igen. Az Isten. Mi az már megint? Ez egy torta cookies. Igen. Ahelyett, hogy megcsinálnád, mutogatod. A rizsgolyókat erre fogom kidurrantani. Ha valaki unja a dömét. És két szalvétát, hogy az olajat beszíja. Rizsgolyó, egy pohár rizs, ez két pohárnyi víz, tehát vagy két pohár rizshez négy pohárnyi víz, lassan főzzük ilyen krémesre.
amikor megfőtt hozzácsapunk egy kis füstölt sajtot, egy tojást, összevárunk, amíg megcuffan, utána beleforgatjuk zsemlemorzsába, kisütjük. Oldalas, csilis szósz, mézes, mi? Jó, most mit futtatsz egy könyvet? Hát ne hülyéskedj, ha te csinálnád, csak akkor a képek, azt... normális vagy, erre alszom el, tessék, úristen. Na jó, van, persze. Egy kilónyi krémsajt. Lezárom az oldalast, életem, mert megyünk, megyünk, kész vagyunk, kitálalunk, sör alá tétmenő. Csípős, mézes oldalas, serceg, serceg, Na jó van, de már produkcióját láthatod. Fölpakolok egy-kettőt. Jaj. Nem megy ez ma neked. Így? Dehogy nem. Nem. Látom én. Úgy né. Tisztára olyan, mint a csájnáké, nem? Így? Miért te most kínai kaját csináltál egyébként? Nem. Mellé döfök egy-két rizsgolyót. De ez már hogy néz már ki, dömel úristen? Mindegy, úgyis egy tévé előtt legalább tesszük meg. Essen szét egy. De egy rohadék vagy. De így már olyan volt, mintha nem is akarom már kimondani, hogy melyik műsor. Kis izé hozzá. Ne, még egy ötödik. A viszont látásra. Jó, most szétnyomtad. Igen. A védjegyünk, Tomi. Hú, de disznó vagy. Ide. De szemét vagy. De úgy néz ki, mint a mit tesz. Normális vagy? Mi nem szolgálunk fel. Így. Na jó van, gyere akkor. Shoo-dee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 -d